Sziasztok! Sziasztok! Egy-két alapmozdulat, ami nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy bármilyen jellegű fizikai aktivitást igénylő sportgyakorlatot végezzünk. Néztünk már egy-két bemelegítő mozdulatot, most nézzük azt, hogy mik azok az alapmozdulatok, alapgyakorlatok, amivel az edzés végén le kell vezetni. Nagyon kevesen foglalkozunk az, hogy az edzés végén levezessenek, már pedig, hogy hagyunk abba egy intenzívebb mozgást, megemelkedett pulzusszámmal, magasabb testhőmérséklettel, stb. Ami aztán lehet, hogy éppen elszaladunk úgy boltba vásárolni, ez ne így legyen. Minden edzés végén, minden egyes tornázás végén legyen, szálljunk egy pár percet arra, hogy a szervezetünket visszaállítsuk egy alap funkcióra, mégpedig arra, hogy visszaálljon a normál testhőmérséklet, szép lassan megálljon az izzadás, a hűtési folyamat, a légzés rendeződjön, a pulzusszám rendeződjön. Ami még nagyon fontos, hogy az izmaink akkor be vannak már meleged és megfelelő hőmérsékleten, akkor ilyenkor nyújthatók igazán. Ilyenkor tudjuk a lazaságunkat növelni, az izületi hajlékonyságot növelni, ami hát mondjuk kinyíltan, ahogy haladnak előre az évek, biztosan tapasztaljuk, hogy kevésbé tudunk már előhajlani. Lehet, hogy 10 évesen még ment a spárba, 40-50 évesen már azért talán nem fog menni. Mi, gyerekek jóval lazábbak, ahogy idősödünk, egyre merevebbek leszünk, tehát ezek a mozdulatok egyébként egy jó erős bemelegítés után önmagukból is ajánlhatók, de főképp, hogy ökölvívó mozdulatokat, vagy valamilyen erősebb edzést végzünk, akkor soha ne hagyjuk meg ki az edzés végén. Ezek lehetnek sima ejtő mozdulatok, laza lerázások, vagy pedig stretching gyakorlatok. Nyilvánvalóan ennek megint csak rengeteg válfolyamon, rengeteg gyakorlata egyéniben és párban. Most csak egy olyan pár gyakorlatot mutattunk be, amelyeket bárki, bármikor, bármilyen előképzésé nélkül el tud végezni. Reméljük, hogy hasznos volt. Sziasztok! Sziasztok!